A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a paletta nézőit nemzeti ünnepünkön Szent István napján, augusztus 20-án, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk az Albarégia Jazz Fesztiválra, majd a Királyi Táncpódium egyik előadását ajánlom figyelmükbe. Tartsanak velünk! Augusztus 8-án kezdődött meg az Albarégia Jazz Fesztivál, a hagyományokhoz hűen a háromnapos találkozón a műfaj hazai és külföldi sztárjait hallgathatta meg a közönség a Bartók Béla téren. A Bartók Béla téren idén is teljesült a jazzkedvelők álma, immáron 11. alkalommal népesült be a tér zenebarátokkal. A hagyományokhoz hűen Mics Gergely és Vörös Tamás szervezésében három napon át a több évtizedes hagyományt újraélesztő találkozón a műfaj hazai és külföldi nagyágyúi lépnek fel. Azt gondolom, hogy kell talán a Tamás személyének és az én személyemnek is a hitelessége. Nagyon régóta csináltuk azt a dolgot, aminek az eredménye az volt, hogy egyáltalán 2014-ben a város támogatásával újra álmodhattuk az Albarégia Festet, és aztán évről évre sikerült olyan programot összeraknunk, ami a közönségnek pedig csalogató volt, és azt gondolom, hogy ez a városnak egy sikerrendezménye. Ebben az évben is sikerült olyan zenekarokat meginvitálni, akik különböző stílusokban, de a magyar jazz zene élvonalába tartoznak. Így van, ez pedig a másik kiemelt feladatunk volt a Tamással, hogy azt a fajta stílális nyitottságot, amit az elején megálmodtunk. Tehát nem egy ortodox jazzfesztivált szerettünk volna csinálni harmad magunknak, és nagyon élvezni a bonyolult ritmusokat és harmóniákat, hanem hogy minél szélesebb néprétegeknek kinyitni és megmutatni a jazznek a műfaját, mert ez nagyon sokszínű zenei műfaj, amit nem kell félni. Úgyhogy idén is így állt fel a line-up is, van popzenei alapú, van funk, van természetesen bebop, van swing zenekar, hagyományos swing zenét és bebopot játszó zenekar, úgyhogy mindenki megtalálja a kedvére való. Vörös Tamás kettős minőségében a találkozó főszervezőjeként, illetve a Vörös Tamás projekt zenekarvezetőjeként elsőként lépett színpadra csapatával. 11 éve azért ez egy nagyon nagy dolog már korban is, hogyha belegondol. Ha visszaszámoljuk mi a 11 évünket, az is már szép kor, de ez szerintem egy állati jó dolog. Ugyanakkor természetes, hogy a fesztivál nyitányán Vörös Jankával, a lányoddal egy csodapillanatokat okozhattok ebben az esztendőben is. Mi fog megszólalni ma? A Jankának összeállt egy új zenei anyaga, de nagyon sok zenész játszik benne, azt egyszerűen kivitelezhetetlen, és kettő számba játszom én is, illetve kollégák is, akkor megkért, hogy az a két új számot kísérjük le neki. Ugye sokkal több van ennél, de azokat most nem tudjuk eljátszani. A következő dalokban a Honi Jazz kivételes kvalitású énekesét Vörös Jankát köszönthettük, aki saját szerzeményeivel varázsolta el a hozzáértőket. Nagyon izgulok.
pont azért, mert két olyan dal fog ma elhangzani, amit még soha senki nem hallott, azokon kívül, akik játszanak rajta. És mindkettő dalban, az egyikben teljesen én vagyok a zeneszerző, én is hangszereltem, tehát minden, ami szól, az az én fejemből pattant ki. A másik dalt közösen Horváth Janóval írtuk, és mindkettőre nagyon büszke vagyok, de úgy gondolom, hogy ezek az első ilyen önálló szárny próbálgatásaim, és nagyon hullámzó az, amit érzek ezzel kapcsolatban, hogy most valóban jó-e, vagy jóra hallgattam, és most azért amiatt izgulok, hogy ez közönség előtt fog kiderülni. De a pszichológusom azt mondta, hogy csak közvetíteni kell. Az es csodája az Egria négyzeten feat volt, három generáció egy színpadon. A zongoránál a fiatalok jeles képviselője a junior prímadíjas Egri János junior, a nagybőgőnél a hangszer első számú képviselője és virtuóz mestere Egri János, a doboknál pedig a rangidős, élő legenda a Liszt Ferenc díjas Kőszegi Imre. Repertoárjuk Szakcsi Lakatos Béla kompozícióból, saját szerzeményeikből és az amerikai jazz standard átdolgozásokból tevődött össze. Tavaly előtt játszottam itt egy más formációban, de most eznek van egy unikumja, úgymond, hogy ez egy három generáció az US trió a jazzben, mert a fiam is most már egy elég ismert a krémbe, bent van, ugye szakmailag is, stb. Zseniális tehetségnek tartom. És természetesen sok más fiatal is vannak tehetségek, különböző hangszereken, de hát viszont nem most a számomra az, hogy én hát már az idősedő korosztályhoz tartozom, és hát azért ez nem most a számomra, hogy nem felejtem ezt el, hogy mi rengeteget játszottunk együtt Kőszeg Imrével, aki most már, ő az, szinte azt lehet mondani, hogy ő az utolsó mohikán a 70-80-90 éves korosztályból, és hát nekem azért mondom, ismétlem magam, hogy nem mostóha számomra a személye, a barátsága, a kollegialitása, a zenészsége, a művészete, mert én rengeteget játszottam anno, volt egy olyan időperiódus, különböző formációkkal, külföldön turnéztunk, fesztiválokon, külföldi lemezen is játszunk együtt, és hát a mi barátságunk, hál' Istennek, ez máig töretlen, és azért is gondoltuk, tavaly gondoltam ötletként, aztán beszélgettünk közösen, hogy ezt meg kéne csinálni, hogy egy nagyon érdekes, már csak az, hogy különböző korosztály. 20, 50, 60 között, és hát ugye 70-80 között. És hát ez majd hamarosan ki fogja nőni magát, még plusz egy, még egy hangszeressel, illetve ki fogunk bővülni, már van olyan koncert, lesz a szüli napja majd hamarosan ősszel az Imrének, és felfigyeltünk ismét, hál' Istennek, egy új csillagra. Szaxofonosról beszélek, úgy hívják, hogy Balogh Máté, és ő is most így berobbant a képbe, hál' Istennek. És hát ő azért is érdekes, meg az Imrének is, meg közösen minnyáján, ugye természetesen felfigyeltünk a fiatalemberre, hogy csupán 18 éves, tehát ő lesz a legeslegfiatalabb. Tehát, és ennek a neve az lesz majd, hogy hamarosan ezt összehozzuk, hogy ez egy új zenekar alakul régiekből és újakból, tehát a
Kőszegi Four Generation címmel, ezt már most talán reklám, de hamarosan látni fogják majd az interneten ezt, akár felvételen, koncerten, vagy bármi, meg még lehet, hogy kinőheti magát a közeljövőre, akár még egy lemez is. A programban pénteken először Antal Gábor, majd a Gyárfás Tamás vezette trió lép színpadra Molnár Enikő énekessel, ezt követően az amerikai blues gyökereiből táplálkozó Gerrick David World Blues zenéjét hallhatjuk. Természetesen a fesztivál második és harmadik napján is ott voltunk. A Jazz Fesztivál pénteki koncertje első előadójaként az Antal Gábor trió mutatkozott be a közönségnek. A 2016-ban klasszikus és jazzzenei tanulmányokat folytató, vagy éppen befejező fiatal zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes trió, Antal Gábor zongora, Szentgallai György basszusgitár és Varga Szabolcs dob, mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává vált. Én klasszikus zongorát végeztem a Zeneakadémián, tehát a mi zenénkben abszolút megjelenik mind a klasszikus zene, mind pedig a jazz zene, hiszen 6 éves korom óta párhuzamosan játszom mindkét stílust. Viszont a zenésztársaim is komponálnak, és kiváló improvizatőrök, úgyhogy a mi dalaink abszolút úgy születnek, hogy leülünk a próbaterembe, valaki hoz egy ötletet, elkezdünk improvizálni, és megtartjuk a jó ötleteket, a kevésbé jókat azokat meg talomba tesszük. Klasszikus igényekkel megalkotott eklektikus zenéjükben egyaránt felfedezhetőek a fúzió, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, amelyek a rockzene dinamikájával és a tradicionális zongora trió hangulatával találkoznak. Azt gondolom, hogy műfajokat ötvözni, vagy többfajta zenei műfajból, vagy akár több művészeti ágból inspirálódni, az egy nagyon klassz dolog, mert még színesebb alkotásokat lehet így létrehozni, és hárman a trióban szerintem mondhatjuk, hogy hasonló dolgokat is hallgatunk, de nagyon különbözőeket is, úgyhogy ez egy nagyon csodálatos együttállás, amikor közösen így alkotunk együtt. Ezt követően a Gyárfás István trió lépett színpadra az egyik legismertebb magyar jazzgitáros vezetésével, aki 3 évtizede alapított csapatával meg annyi hazai és külföldi fesztiválon aratott sikert. Két programból fogjuk összemixelni a mai előadásunkat. Az egyik a pár évvel ezelőtt készült rajzfilmes lemezünk, ahol magyar rajz és bábfilm zenéket Pető Zsolttól, Wolf Pétertől és Deák Tamástól dolgoztunk föl, és ezek közül hát megkerülhetetlen, hogy néhányat előadjunk.
A Gyárfás István, Olá Zoltán és Cseh Balázs alkotta csapathoz, nemrégiben csatlakozott Molnár Enikő, a kiemelkedően tehetséges énekesnő, akinek stílusát a dalok érzékeny, finom megformálása mellett visszafogottság jellemzi. Repertoárián könnyed jazz örökzöltek, kevésbé ismert latin melódiák, valamint gyönyörű balládák is szerepelnek, levegős improvizációkkal, kreatív kamara megszólalásban. Enikő pedig a Habatortán, ő tulajdonképpen mondhatom a kedvenc magyar énekesnőnk a fiatal generációban, egy nagyon tehetséges énekesnővel állunk szemben. Őt pedig, hát azt hiszem, hogy garantálja az, és az ő minőségét az, hogy évekkel ezelőtt fölhívott Balázs Elemér barátom, és megkérdezte, hogy most idézőjelben kölcsön adnám-e neki, hogy az ő zenekarában felléptesse, nyilván az elején kísérleti jellege, és aztán annyira megtetszett neki is Enikő, hogy most már a Balázs Elemér grupnak is állandó tagja. Gyárfás István még elmondta, mit kellene tenni a hétköznapokon, hogy később valóságosan ünnepelhessünk. Először is nekünk szeretnünk kell, másrészt nem szabad soha lenézni a közönséget, és mindazokat, akik tulajdonképpen eltartják ezt a műfajt. Mert ezt nem csak mi zenészek tartjuk el, és nem csak zenetanárok tartják el, hanem bizony azok az emberek, akik ránk szánják az idejüket, akik megbíznak bennünk, és akik akár, hogyha zenetanárként veszem, például a gyermeküket rám bízzák, és azt mondják, hogy ők azt remélik tőlem, vagy a mi együttműködésünkből, hogy ez hasznos lesz, és építeni fogja az ő életét. Lehet, hogy egész más területen fogja majd az életét tengetni, lehet, hogy soha nem lesz zenész, de mindenképp egy nagyon fontos építőkocka az életében. A fesztivál szombati záróestjén Szumper Ádám Grupp, a Szakcsi Junior Reneszánsz és a Szimbiózis Five Feet Zabos Regina lép fel. A Jazz Fesztivál szombati záróestjén a kivételes tehetségekből álló Szumper Ádám Grupp, a Szakcsi Junior Reneszánsz és a Szimbiózis Five Feet Zabos Regina lépett fel. Szumper Ádám otthonról hazajött, hiszen a Hangszíntér Művészeti Szakközépiskolában tanult, majd elvégezte a Kőbányai Zenei Stúdiót, hogy aztán következzék a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-dob tanszaka. Csapatának dalai alapvetően a jazz, funk, pop és rock stílusokat ötvözik, improvizatív szólókkal kiegészülve. Nagyon vártuk ezt a fellépést, igazándiból különösebb gondolatokkal nem mondanám, hogy készültünk, vagy hogy ilyesmi. Egészen egyszer ülünk, hogy játszottunk ilyen zenét, és van ennek még helye, illetve ideje, hogy ez így megvalósulhat. Ez nem lehet kétséges, hogy van helye és ideje is, de mit hoztatok most nekünk? Jazz rock műsort, fusion zenét fogunk játszani, instrumentális fusion-t. A stílusotok nem különleges, mondhatjuk, de ma már mindig különleges, ha visszatekintünk arra, hogy honnét indult ez az egész műfaj. Megerősítés jelent számotokra, hogy egyre nagyobb a rajongó táborotok, hiszen nézegettem, nagyon sokan figyelnek rátok. Hát örülünk neki, hogyha ez így, valóban így van, bár ehhez nem tudom, hogy mennyi információ sikerült megszerezni, de örülünk neki, hogyha így van. Beszélj a csapatodról. Ez a mai formáció az 5 tagú, a basszusgitárnál Usztis Dániel, hallhatjuk majd, billentyűknél Lukács Márton,
gitáron Turi Krisztiánt, szaxofonon Evin és elektronos hangszereken Bartók Mátét, és jó magam pedig Szumper Ádám Ákosok is ilyen fog dobolni. Illetve a dalok nagy része a saját szerzeményem, 90%-a. A műfaj rajongója megerősíthetik, hogy az Alba Regia Jazz Fest köszönhetően a szervezőknek és a fellépőknek továbbra is az egyik legjobb zenei találkozó háromnapos ünnep. A királyi napok egyik legfontosabb programja a királyi táncpódium. A következőkben ajánlom figyelmükbe az egyik egészen kivételes előadást. Hagyományos néptánckultúránk karakterének egyik fő jellemzője a virtuozitás. A királyi táncpódium előadásán idén is megbizonyosodhattunk arról, hogy a különböző tájegységeink ügyességi, szóló és páros típusú táncaiban egyaránt megtalálhatóak a lendületes, emberpróbáló vagy épp kimagaslott tánctudást igénylő elemek. Az Alba Regia táncegyüttes fiataljai minden esetre ezúttal is bizonyították, méltó utódai lesznek az Európa díjas felnőtteknek. A műsorban elsőként a junior csoport a Sárközi Mártogatós koreográfiájával varázsolt. Majd következett a csöröge, akik muzsikál egy sörke címmel, Mezőföldre kísértek el bennünket. Harmadikként a Délalföldre látogathattunk el a Guba csoport előadásában a megrözögtetve tánccal. Örültünk, hogy végre nemzetközi a néptáncfesztiválunk, de nem hagyhattuk ki a művészeti iskolánkat. Évvégén júniusban volt már egy évvégi bemutatónk, ahol az évvégi leltár címmel számot adtunk a tudásunkról, és most ezt a műsort egy kis pár hónapos kihagyás után újra próbáltuk, és most ezt a műsort fogjuk ezen a hatalmas és nagyon gyönyörű színpadon a gyerekekkel előadni, úgyhogy nekik is ez egy hatalmas élményünk. Egyáltalán most följöttek a színpadra, és meglátták, hogy hol is fognak ők táncolni. Rám néztél és kacagtál címmel, a Cilátságba kalauzolt el bennünket a Derce csoport. Gondolom, hogy ezt már évtizedek óta megszokhattuk, ezt a kettősséget. Nagyon jó, hogy ennyi ember van, nagyon jó, hogy ez egy fesztivál, de közben azért ezek a ünnepeink, ez a méltósága azért mindig megvan, és azt gondolom, hogy ezekben a műsorokban is mindig bele tudtuk csempészni ezt a fajta ünnepet. Úgyhogy igen, hát nyilván az, hogy több ezer ember előtt táncolhat egy táncos, annál azt gondolom, hogy neki nincs jobb. Fiatalok műsora után válogatást láthattunk a Duna Művész Együttes legvirtuózabb koreográfiáiból Juhász Zsolt rendezésében, a Göncő zenekar kíséretében. A Duna Fergeteges című előadásuk egy olyan válogatás, amelyben a közelmúlt néptánc bemutatóinak leglátványosabb műsoraiból szemezgettek. Nekünk is nagyon megtiszteltetés, hogy
most már egy harmadik éve visszajárók vagyunk ide a királyi napokra, és hát hogyha kicsit vicceskedhetek, akkor ugye itt a király táncosaink városába jövünk, hiszen a Sáfrán Balázs, Szifford, Lénárd, Kovács Márk, Jenő, ők ugye innen származnak, Alba régiába nőttek föl, de a Sós Gyula András is mondhatnám, aki a tánckövezető, ők pedig Várpalota, hát ő is itt azért a környék, nem messze van, meg hát van neki is ide kötődése, úgyhogy emiatt is nagyon szeretünk ide járni, meg hát a légkör miatt, ami itt vár minket, a csodálatos közönség, meg hát ennek az atmoszférája, ennek a színpadnak, ugye itt a belvárosban, ez egy csodálatos élmény a táncosoknak is. Táncegyüttes ismét bizonyította, hogy hagyományos tánckultúránk karakterének egyik fő jellemzője a virtuózitás. A különböző tájegységeink ügyességi szóló és páros típusú táncaiban egyaránt megtalálhatóak a lendületes, embert próbáló vagy épp kimagasló tánctudást igénylő elemek. A legtöbb műsorunk ugye a színházba készül, vagy a Nemzeti Táncszínházba, vagy a Művészetek Palotájába, amik azért komoly dramaturgiával, komoly szanikával rendelkeznek. Ugye hát nagy igény van azért mindig az ilyen nyári fesztiválokra, mint ez is, hogy legyen valami utaztatható műsor, amivel nem annyira a színház dominál, mint inkább a tánc, a zene és az ének, meg a csodálatos viseletek. Az est ismét bebizonyította, hogy a királynapokkal az idén 75. születésnapját ünneplő táncegyüttes méltó módon ünnepel, és mexikói, spanyol, illetve szlovák vendégeivel hitelesen közvetíti a népi kultúra varázslatos pillanatait. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.